csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlünk mindenkit itt egy újabb rosszázós videóban a barátnőmmel, Jennyvel. Sziasztok! Folytatni fogjuk most a sorozatunkat, és láthattátok az előző videóban, hogy nagyon jól haladtunk. Nagyon könnyű volt ugye Brawl Ballban teljesítenünk, úgyhogy most ezt fogjuk továbbra is vinni, illetve a win streakünket, ami remélhetőleg meg fog maradni, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok winünk van, Jézus, atya úristen, ha beleszámoljuk a siege-eket, akkor amúgy hihetetlen soknál járunk, de a Brawl Ballt azt vinni akarjuk mindenféleképpen továbbra is. Jenny közben be is hozta az előző Jesse skin, mutogatta itt, hogy bizony az is megvan. Frankel fog most játszani, megnézzük, hogy így mit tudunk csinálni. Nennének nagyon kevés a HP-ja, úgyhogy így gondolta, hogy leváltja. Én azt mondom, hogy menjünk előre és ne lúzoljunk. Tehát ez legyen előttük, hogy most csak win, mert akkor tényleg lehet egy win rekord. Egy a win streak. Hát jó, az az, hogy durva lenne, hogy a megaboxig nem lúzolnánk egyet sem. Az úgy kegyetlen lenne, de Jackie az nagyon jó, szóval ezért, hogy is mondjam, tartom azt, hogy talán össze is jöhet ez az egész. Hát ez például így nagyon, ez nagyon easy goal, számasz! És egy gól 18 másodperc. Hát ezek nagyon buták, ami nem is foglalkoznak velem. Ne! Ott van! 25 másodperc. Én úgy el tudtam engedni. Ott van, 25 másodperc alatt meg is lett. Amikor a szupert használod, akkor azt bushból tedd meg, mert akkor nem látják, hogy használni akarod, meg nem tudják, hogy fenn van a szupered. Jó. Szóval onnan érdemes mindig nyomni. Ez a Sprout az nagyon irritáló, nagyon jó helyekre teszi le általában a falat. Igen, na megint sikeresen ki tudod zárni közben. Úristen, jó szupert, azaz vágod, nagyon jó, viheted a labdát, befele sétálj a labdával, és simán besétálsz vele. Ennyi! Hát most már Jenny Carey. Nagyon jól játszanak viszont amúgy az a helyzet. Jó, ha én megindulok, akkor ezt be fogom tudni szuperezni oda. Úgyhogy én ezt meg is próbálom, és ott is van! Most nagyon jó volt, hogy szétszedted a falat amúgy. Nem kellett ott nagyon gondolkozni, hogy hova lövöm éppenséggel. Nem tudom, hogy mennyi meccs van összvisz ugye a meccs historiba. Lehet, hogy akkor úgy eltűnne, szóval mégiscsak érdemes lenne számolgatni. Most annyiból rossz, hogy itt van az a Mortis papa. Bár a csúcsú megoldja! Az vonal! Más bevitte! Te mit csinálnak ezek? De úgy ez nem ment volna be. Miért fordul be vele fater? Vigyázz, mert akkor bevágom. Hát innen. Nem baj, meg lesz ez így is. Ott van. Csak lepasszoltam magamon, a gólpasszt akartam adni. Ez volt a helyzet. Úristen, mi volt ez az akadás? Milyen szerverek? Nem tudom. Hát mi a fene volt? Jézusom, neked is ugyanúgy bajos. Hát ez király. Hát ez tök jó volt. Jézus, amúgy megtudtam, nem már. Nem már, hogy így legyen lózunk. De ez amúgy ez annyira izé szuperszell logika. Direkt tudja jól, hogy most jó a win streakünk, érted? Aztán direkt ezért csinálják ezt, hogy rosszak a szerverek most. Ó, menjél már. Istenem, és pedig olyan easy goal lett volna az egyik amúgy. Jó, szedjétek szét, azaz, nagyon jó. Oké, jó, az ott lesz. Simában, gyerünk, meg lesz. Vigyed, simán be tudsz sétálni vele. Besétálsz, szép. Amikor akad a szerver, még így is bevisszük. Nagyon rossz, nem baj. Mert megint elkezdi, ugyanúgy elkezdte ezt. Nem baj, én ezt belövöm. Hú, ilyen többet ne legyen. Hát nem, ez ne legyen többet volt. Ilyen szerverhiba. Jó, lehet, hogy meg kéne számolni, nem? Nem kéne megszámolni, hogy állunk. Jó, oké, elkezdem a legelejére, várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hát 14 a Brawlból, ugye? De még utána ott vannak a siege-esek is. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tehát, hogyha összesen nézzük, 22-es win streaknél járunk, ha meg csak a Brawlból, akkor most 14, úgyhogy... Wow! Összesítésben nézve szerintem ez így rekord. Passzolok oda előre, de közben hílelődök. Passzolj, nagyon jó, nagyon szép megoldás volt. Remélem nem rontja el a fater közben, mert nagyon jó. Ennyi. Ez gyönyörű volt egyébként. Így kéne csinálnunk, hogy passzoljuk egymásnak ott, ahogy valamelyikünk lesebződik. Próbáld kivédeni, menj elé, ennyi, elé. Oh! Oh!
Jézusom! Pont megölték volna amúgy a srácot. Na, jó, passzolok oda a Maxnek. Nagyon... De nem, miért csinálta ezt? Mindegy, megvan. Nem kellett volna visszapasszolni, mert meg tudott indulni a jobb oldal. De meg lett így is. Megyek is előre. Ez így nagyon jó is. Ott is van. Meg is csinálja? Az a baj, nem kutyogott volna be, úgyhogy oda kellett mennem és besétálni utána vele. Így lehet, hogy a passzra, hát így nem lesz passzra szükség. Annyira jó, hogyha tankokkal jövünk amúgy be. Tehát régen, emlékszem, amikor ilyen kisebb HP-val jöttünk, mindig szittuk ugye a Brawl-ból. De kiderül ez, hogy bejössz két tankkal és szinte megállíthatatlan a csapat. Nagyon nem szerettem a Franket. Hát igen, nagyon sok HP van. Ha megvan meg ráadásul a Star Power-ed, amivel megint több HP-t kapsz, akkor 10 000 HP-d is lehet. Ami azért kegyetlen itt Brawl-ból van. Hát ez nem jó, azért nem jó. Viszont megölöm éppenséggel kinyírom. Jó, ebből be kell vinned. Ezt be kell vinnetek, ezt be kell kotyogtatni. De miért nem passzolja le neked? Több HP-d van és be tudsz sétálni vele akár. Ez az gyönyörű, nem tudom mit történt, mert... Nem láttam én se semmit. Az így jó, tartanul kell. Ez most olyan erős csapat, ez most egy tényleg király csapat, úgyhogy figyelni kell rájuk. Hogy ne is vigyenek be nagyon sebzés, mert akkor lesz szuper, aztán nagyon megindulnak Maxnek köszönhetően. Ez az! Nem jó, 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 el tudtam húzni! Sikerült a szuperrel! A szuperét kivédeni így! Teljesen! Ez az! Jó, hátra hoztam, meg is olom a Max-et! Hát ezt most már nem viszitek el! Ezt most már nem hiszitek, de nem viszitek! Nem, sehova! Sehova nem lesz ebből most már gól! Egyáltalán nem! Hú. Ez nagyon nehéz volt! Hát itt a B az irritáló lesz a lassításával, az biztos, nagyon, nagyon undorító lesz ellenünk. A tankokat nagyon tudja gyilkolni. Igen, kész. Nem baj, jövök és beviszem. Simába! Wow, még csak most értem ide pedig. Passzolok is oda neki, és beviszi legalább? Beviszi most már, ha olyan jó paszt adtam neki? Na! Meg is van. Baba pro. Akkor azt hiszem, hogy 16-os winstreaknél járunk, vagy már most még megyünk fentebb? Ja. Közel próbálnék előre menni, ha passzolnám, hogy sima lenne, ez az, köszönöm szépen. Na jó, lehet, hogy ebből még lesz bármi, ugyanúgy. Hoppika-hoppika, becsúsztatom a kettő között. Megpróbálom ezt bevágni oda. Hát mondjuk így nem. Hát mondjuk így meg nagyon nem, hogy a lepattanókat is kapjuk. Habár... Láttad? Nem. Ez nagyon jó volt a jobb sarokra. Pont lepattanóból. Mit csinál? Mit csinál ez az ember? Hát mi történik itt? Elment a win streak. Istenem, annyira rossz volt ez. Miért? Egint egy hatalmas win streaknek lett vége, srácok. A fene vigye el akkor, én azt mondom, hogy be kell hozni valami más, be is húzom közben a token duplázolt, ami bejött. Mr. P esetleg, de nem lesz annyi damage-en. Te pedig akkor jöhetsz akár GL-lel, ha gondolod. Na, gyere főni. Főni, ja tényleg amúgy. Tényleg. GL és Mr. P. A kapcsolatrendszer itt van. És közben még ott van most a Nanny is. Azt a mindenét, hát hallod? Itt az egész család. Ne! Ez hogy nem. Hát mert hamarabb megöltek. Az hogy nem. Belőttem. A srác az belőttem. Jó, passzolok. Passzolok, ott van. Puff. Csak elé kellett állni. Ez az főni. Megy is. Du-du-du-du-du. Ez rossz volt. Besétál! Odadom neki a labdát és besétált. Ügyesek ezek, nagyon már megint. Megy a passzom előre neked, ott is van. Lehet sétálni vele. Be lehet sétálni. Be is van. Most J carry van, nagyon. J most nagyon nyomja a J. Fizetés emelésért. Azért teljesítesz, azt hiszed, hogy Mr. P majd fizetni fog neked többet azért, mert jobban játszol. Hát lekerizem neki a meccset, igen. Hát egyszerűen nem igazán érdekli az. Arturónak oda passzoltam, én meg vissza hátra, hát de miért vagy buta? Leomlanak a Megvan, meg lesz. Mi? Bent van! A második gól megvan! Nincs meg, de megvan! Júzs, te milyen nagyba írta ki az Arturót? Pupi pupiri purú, meg is ölöm, puri puri. Puri. Lovas! A lovas srác! És tehát jövök megint, és szorítom inkább megint előrébb őket. Azt meg is csinálja. Hát kész és van. Jenny. Hát G, hát hogy ne?
ott is van. És akkor, ha mondjuk kettőt nyerünk, akkor megvan nekem a következő rankap is. Na. No. Tényleg amúgy erre is rá kéne menni, ugye, hogy azokat is fejlesztük, ugye a tízesre, azt hiszem, hogy hol kapunk ugye star pointsokat. Tízesre kéne felfejleszteni őket, meg következő season. Ja, hát igen, hogy következő seasonre szeretném minél több star pointsunk legyen, és akkor vehessük ugyanúgy a jó kis fincsi meg a boxokat. Jó, menni fognak itt a passzok oda. Úgy! Meg lehet, de mi ez, Jenny? Megmozdultam. De megvan, na. Fú. Egy kicsit elizgultam. Ha mi volt ez? Jézusom. Figyelj, nézd meg, tök lovosak, már halnak is, már pusztul. Kész is, ez egy easy win. Ez egy super easy win. Pretty easy, passzolok arra, menjél jobbra, jó, oké, nem. Mindegy, most már ez meg lesz, tán, csak tán ott van, easybe. Jó, szép, gyorsba. Ez a beszéd. És akkor most jön a trükkös lövés, amivel bevágja. Pupi. Rögtön volna nem megy be. Bemegy. Hogy ne menne be, ott van. És ott is van a rank 7 közben. Iszonyatosan haladunk. 10.606. Szóval srácok, hát hogyha tetszett ez a videó és szeretnétek még hasonlókat látni, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozást. A következő videóban találkozni fogunk, srácok, úgy szint, legyetek jók addig is. Na, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egér van! Póló! Bögre! Fogány bögre! És még plüss maci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!